is lennék a következő videóval, ami a márkákról szól. Ez a kép két hete egy márkákról szóló devblogba lett kihozva, amin ugye látunk ilyen lelakatolt márkákat, illetve a már meglévő márkákat. És itt van egy pont, hogy ez még nem az összes márka. Ugye majdnem fele nincs meg itt ezek között, ezek majd még a helyetek péntekek során üresednek. Aztán akkor nézzük, hogy új márkák, miket találunk. Először az Axoyur, ez egy súly márka, aztán a Ziegler. Ez, ennek utána néztem. Ez gyárt kukoricavágó asztalokat, többfélét is. Repce, toldat, oldaltoldatokat, repce, ilyen bisóasztalokat is, bisóasztalt, felszedőt, hogyha kombájn elé, de lehet, hogy ez lesz silózó elé is a farmingba. Valamilyen magáthordót, lehet, hogy ez be lesz ilyen vető mag főhordónak, és ilyen siló éreztő dolognak. Ilyeneket gyárt. Na, térjünk vissza akkor a következőkre. Valtra, ez az előző videóban már volt. Bredál mitrányázó. Na, és most csak az új márkákat mondom, ami nincs benne itt. Aztán a Kesla. Ez szintén új márka. Kesla, ilyen fa pakolós sál foglalkozik, mint a Ponche. Aztán itt ez csupa ismert márka, Mösa. Ez egy érdekes dolog, ez a Mösa. Itt a, ez is ez műtrágyához köthető. Itt egy Zunhammer hátulján ez a hiktrágya, így ahogy szétszórja, így jobbra-balra forog, és ezt a csövet, amit itt mutatok, ezt lelicenszelték. Nem értem ennek most mi értelme volt, de lelicenszelték. Most, de akkor már remélem úgy meg lesz csinálva, hogy ezt neked kell valahogy rárakni. Aztán tovább haladva jön a Vogelsang ismeretlen márkaként. Ez az ilyen injektoros hiktrágya szoró ilyen kereteket foglalja magába, legfőképp ezeket gyártja, meg ő is ilyen gyárt ilyen csöveket. A Sampo Ressonlev ugye ismerős a Farming 15-ből, de ő is, ez a márka is foglalkozik erdészeti gépekkel. És még volt ismeretlen márkaként a Shiloh King, ami a második gameplay, ezt a második gameplay trailerben is szerepel. Ez az én három kerekű kis Shiloh marógép. Ezen gondolkodtam még, hogy a Shiloh így meg lesz-e csinálva, vagy ugyanolyan, majdnem, hogy ilyen farmingos módon lesz, mint a 15-ben. És van ez a zárlatszállító, ez Michelito márkájú, vagy valahogy így kell kiejteni, AM19-es. Ugye ez szintén látható volt abban a második gameplay trailerben. Na hát akkor térjünk ide a hivatos oldalra, ugye már itt vannak a gépek, márka szerint. Médiában is már Farming 17 van. Ugye lehet választani nyelv szerint, ugye Magyarország után angol nyelv van, ugye nem fordítják le magyarra ezeket a szövegeket. Na, hát akkor kezdjünk is bele. Ja igen, és ez azért van, hogy ugye itt látjuk, hogy nekünk fent van, de például Ausztráliában Ferguson van, Mass Ferguson, Kanadában Challenger, és az északi országokban, például Lengyelországban Valtra. De most mi térjünk vissza magunkhoz, szép fendel.
Aztán ugye itt majd lesznek ilyen, hogy animals, gondolom itt azok lesznek majd, hogy a Lellitől a Luna, az astronauta négy, meg ilyenek, mint márkák. Aztán itt a mapok, nem tudom mi lesz, itt is lehet jobbra-balra húzogatni. Aztán akkor kezdjük bele. Zakco márkától van 650 kilós, 1001, 1005 és 2003 kilós szépen kivitelezett súlyok. Amazontól kapunk egy 150 lóerőtől ajánlott 2,5 méteres 6 ekefejes ekét. Ez a Chiron 200-as. Kapunk egy kis tárcsát, kultivátort, 180 lóerő, 6 méter széles. Ugye megkapjuk a már korábban is emlegetett 270 lóerőtől ajánlott nagy 15 méteres kondort, a kicsi plusz permetező, és a 20, nem, csak 15 méteres kis függesztett permetezőt, ami ugye sok keserűséget okozott az Farming 15-ben. Na, Artusin márka kibővült, már nem csak ez a nagy van, amiben 16 fér, 16 bála fér, azt hiszem 16. És hanem lesz ez a már előző videómban bemutatott Forstack 8.12, amiről egy videó is volt, ami egy factsheetben tartalmazta. Bergman márkában ez a két gép lesz, ugye Artusinban is már csak ez a kettő lesz, Amazonban pedig majd még lesz valami, hogy tisztázzuk a dolgokat. Bergmanban lesz ez a nagy kiközelítő 43.000 literrel, illetve ez a kicsi, kisebb felszedő 120 lóerőtől ajánlott 34.000 literes. Aztán a Breitner kis pótkocsi 8500 literes. A Bredától a műtrágyázók ugye. Ez 24 méteres, 4 literes műtrágyázó, de a Bredálnak van két tengelyes, vontatott műtrágyázója is, ami nagy. A Capello egész rendesen bővülget. Lesz a kicsi 4 soros kukoricavágó, lesz egy 5 méteres, durván 6 méteres. Mi ez? Napraforgó asztal. Lesz ugye a nagy 12 soros és 16 soros. Vágóasztalok is lesznek már kukoricából, ugye eddig nem volt 12 méteres, ez a 16 soros. Aztán lesz 12 méteres napraforgó adapter, illetve ez ilyen forage harvester headers, a silózó elé a buzát meg az ilyen növényeket lesilózni, és majd még lesz valami Capello márka. Itt van ez ebből a francia márkában ez egyetlen egy lesz, ez már volt máshol is. Na, a kézből ugye megkapjuk a Puma CVX traktort, ami 225 és 270 lóerő között 50 km per órára képes. Megkapjuk a nagy quadtrackot, 525-692 lóerő között 40 km per órával képes venni. Kapunk egy kombányt, az egyik a kisebbik ugye a 7000 szériás, ez 10570 literes, 415 lóerős, a nagy 9230-as, 25 km per óra, 12330 liter. Aztán lesz ugye a 35 fontos 10 méteres vágóasztal, a 9 méteres 12 soros kukoricaasztal, ugye ami nem összezárható, és a 45 fontos, ugye ami magát viszi, 13,7 méteres vágóasztal. Mondom, lesz még majd kéz magnum is, mert azért az hiányozna, hogyha az nem lenne. Challengerből lesz az MT-700E, és lesz még az MT-800 is, csak ugye azt még nem rakták be. Ez 384 és 438 között 40-nél tud menni. Az MT-900E nagy törzscsuklós pedig 535 és 646 ló erő között. Tehát a kéztől. Ja, hogy ez 692, akkor nem szóltam. Azt hittem, hogy átveszi a legerősebbet.
aztán a Deutzfahrba ugye majd még lesz valami, de egyelőre ez a két traktor van, ami a 15-ben is volt, és egy nagy 9-es szériás Deutzfahr. Aztán itt vannak ezek a DFM márkától. Lesz ez a... azt nem tudom mivel fogjuk meg. Ezzel így megfogja a fát, azt elvágja. Ez ugye a kis rakodóra, kis, ilyen bobkára, a kis bobketre, ami GCB, de mindegy. És ugye ez pedig a már előző videómban is bemutatott, meg ez is. A Gamescom trailerben voltak ezek bemutatva, ezek ugye szintén favágók. Fantech-től kapunk egy kicsi 8 méteres, 8000 liter, 85 lóerő, minimális teljesítményt igénylő trágyaszórót, és a TDK 1600-as 15000 literes pótkocsit, ami már volt a Gold Editionben is. Fendt márkából ugye van a 700-as Vario, 900-as, és ugye még van a 300-as. Most még a... ugye itt még majd lesz coming soon. Remélem nem csak ez a három fenn lesz. Remélem lesz még talán, hát azért az annyira nem kell bálázó. Illetve az 1050-es fenn sorozatot mindenképpen rakják bele, mert különben itt bajok lesznek. Fliggle márka, ugye a már jól ismert Bala trailer, a Dolly, egyik nyerges vontató, 47000 literes, és egy fa szállító portkocsi. Grimme márkától egyelőre még csak a traktor által vontatott dolgok. Ez a cukorrépa, kiszedő, ugye 3 méteres széles 6000 literes, az előtte lévő 3 méteres, most nem tudom melyik a cukorrépa. Valamelyik a cukorrépa, ez 3,2-es, ez csak 2 méter szélesen tud kiszedni, és 9200 literes. És ugye a vetőgép, ugye ez csak a kicsi vetőgép, a 3 méteres, burgonya vetőgép természetesen. Gondolom lesz majd még a nagy burgonya vetőgép, lesznek a nagyok, és attól félek, hogy ki fogják hagyni a Holmert a játékból. Ezt arra alapozom, hogy például Bergmanban már nem lesz coming soon. Ez azt jelenti, hogy itt is van minden DLC, Holmer, és viszont a Holmer DLC-ben ugye volt Bergman. Szóval szerintem ez biztos, hogy nem lesz benne. Ezt azért remélem berakják. Na, de aztán visszatérve ide a Games részleghez. Jön ez a Heizo Martin, ilyen kimondhatatlan márka. Ebből ez egy kicsi, mert viszonylag hát a Jensnél kisebbnek mondható fa aprító gépezet, amiből lesz majd még valami, nem tudom, ez is valami fával foglalkozó. Most már kicsit a fával foglalkozó márkák is megszaporodtak, de igazából nem is olyan baj. Aztán Horsból van a kis 205 lóerőt igénylő, szerintem ez ilyen mély lazító, már kultivátor, ez is jó. Aztán van a kis, a 9 méteres, végre nem az a izé 20-kodós vetőgép, izé 20-kodós, igen. És van a, ugye ez a már megszokott, még a Titanium Editionbe bekerült cukorrépa is, kukoricavetőgép. Hürlimann, ugyanaz a pici, ugyanazok. Ez állítható, ugye ez a kis Hürlimann, nem tudom miért nem lehet változtatni a lóerejét, viszont ez 110-127 lóerő között állítható. Skvarna lesz, GCB. Ugye lesz a nagy GCB? Melyik a nagy? Ez a nagy GCB. Lesz a kis GCB, ugye ezek 70-nel mennek, 195-230 lóerő között, 280 és 310 lóerő között, majdnem ugyanúgy, mint a 15-ben. Aztán lesz ugye a rakodó brigád, egyelőre még csak ezt a kis sebbik rakodót rakták be, 145 lóerővel rendelkezik, 40-nel megy. Aztán van a kerekes, illetve az erdészeti verziója,
ennek a 320, na, ennek a paraméterei ugyanazok, ezekhez jön a kicsi bálavilla, a 2900 liter beleférő trágyavilla, ez a ilyen fa rakodós villa, természetesen ez meg palett, mi az a palett, ez egy raklapvilla, és lesz egy ilyen univerzális kanál, 2000 liter fér bele, ugye ebben mindent lehet pakolni. Jens, szokásos, és valami lesz még a Jens-től. Nem tudom, nem tudom. Most nagyon-nagyon kibővítették a dolgokat. Ugyanez a Losenred. Joskin, na Joskin, márka is megszaporodott. Ugye van ez a visszaállító, 7300 literrel. Van egy ilyen, amin nem tudom, hogy most ez a moduló 2. Nem tudom, működni fog-e neki ez a... hogy így rácuppan a kihordóra, aztán szívja. Ez 12 méterre tud ez az injektoros váza kinyúlni, 15780 liter fér bele. Ugye ezt pedig már láttuk az előző videóban. Kercher mosó, szerintem jobban ki van dolgozva, mint a 15-ben. Ez a Kükkerling, ugye amit az előző videóm előtt észrevettem, az a kék cucc, ez az, Köker Arlunder, 350 HP-tól, lóerőtől, 14,5 méter széles. Más nem is lesz ettől a márkától. Corte Garant, ugye itt kezdődnek az igazi hiktrágya dolgok. Ugye lesz egy ilyen 9 méteres szélessége, 85 lóerővel, 8000 liter fér bele, szóval ez nem nagy. Ez valami... melyik volt még? Jaj, ez majd még később lesz. Aztán ugye lesz ez a nagy... ugye ugyanúgy már 55000 liter, nem kell hozzá nagy energia, hogy megforgassa a dolgokat. Egyébként 50 lóerős traktor, ezt nem húzza el. Aztán lesz a kamionpótkocsi, ugyanis 30000 liter fér bele. Aztán ezt sajnálom, hogy a Crampé-ból csak két pótkocsi lesz. Lesz a nyerges, és egy, és a kisebbik 750-es bandics. Nem tudom, miért nem raktak bele a nagyot. Krögerből nincs új márka egyelőre. Új. Na, nem új márka, nem új dolog. Ez 21000 literes kis pótkocsi. Kumból van a kis Eke. Aztán a már megszokott rendkezelő, és ez pedig négyzet bála folyó. Ugye a 15-ben, 13-ban csak körbála volt, most lesz négyzet bála folyó gép is. Quenerlandból a goldos gépek, a kisvetőgép, ez nem is tudom melyik vetőgép, ez a buzavetőgép, és a kis tárcsa. Lelli márkából, ugye, amiket megmondtam, a két Splendimo kasza, a Splendimo oldalkasza még sincs benne, úgy néz ki. Be lesz a Lotus 1250 Profi, a Hibiscus 1515 CD és a Tigo XR 75. Nézzük, mit tudnak. Ugye ez 3,2 méter, 12,5 méter, 14,8 méter, és ez 44000 liter. Ugye azok a dolgok, amik majd a tenészethez lesznek, azok meg szerintem majd itt lesznek az Animals részben. Aztán Lemken. Ugye a Titán 11, illetve ez a Gigant 10, amit előző videómban ma beszéltem. Liebherr rakodó. Marad ugyanaz, 122 lóerős. 40, nem megy. Na, itt jön az érdekes dolog. Van két amerikai kamionunk, meg ez az új terepjárónk. Az új terepjárónk képes 120 km per órára, bár a múlt héten még 123 volt, szóval lehet, hogy ezt javították. Aztán ez a kamion 65-tel mehet, ez pedig 80-nal képes menni.
És lesz egy ilyen hengerünk, ami ugye nem tudom miért van. Remélhetőleg ez is a azért van, mert hogy jobb lesz a silónak a az a marási technológiája, hogy rendesen le kell tömöríteni, és akkor úgy lefeded, és akkor úgy tudod, hogy így marod a silót. Nem rámész, aztán így végigmész rajta mindig, hanem így lemarod. Aztán Maxi, ugye ezeknek most már lesz márkája. Van egy ilyen Bálavilla, egy másik, mi ez? Raklapvilla, aztán lesz ez a Manure, vagy melyik? Ja, ez a Siló, illetve Trágyavilla, az ilyen fölösleges, nem fölösleges, ez az ilyen mindenes villa, illetve a fogós bála szedő, és ez már rájöttem, fa villa. Lesz Manitou, ugye most már lesz konkurencia, Liebherr és Manitou között. Hát persze, hogy a Manitou-t fogjuk választani, 140 lóerő, a Liebherr pedig csak 122 volt, meg a Manitou-t jobb az elsők. Na, az új márka, Mass Ferguson, lesz a pici MF5600-as, ez már volt, bel lesz a 7000-es is, a 7000 szériás is, 8700 szériás, ugye már régóta itt van, 3400 HP lóerő, 50-re tud menni, a kombájnok, kis kombány, 30-al már 8600 literes, egy kombányt már ismerjük, factsheetből, háromféle vágóasztal lesz a Mass Ferguson Free Flow, 7,6 méteres lesz a Power Flow, 10 méteres, és illetve a Dino Flex 12 méteres vágóasztala, illetve ugye majd még lesznek Mass Ferguson dolgok, gondolom lesz valami kukorica vágóasztal, meg ugye még az a traktor nincs itt, nem ez, Metaltech kiközelítő kocsi, illetve az a pici pótkocsi, ami a PP8 vagy valami ilyesmi. New Holland, egy jó nagy eresztés megint, kis téltös New Holland 99 Astis HP, ugye ez is, meg a T8-as New Holland is már volt a factsheetbe. Itt az SP400F permetező, 36 méter széles, 6057 liter, hát nem tudom, honnan hozták azt a hetet, mindegy. Azt ugye nagy kombájn, 6053 lóerős, 40-nel megy 14.500, ugyanazok a dolgok. Lesz ugye 41-45 font, 12-13 méteres, ugye ez a szalagos, ez meg még a csigás verzió. Aztán ide erre is fölkerült a villogó. Lesz a 12 soros vágó, mi az? Vágóasztal, igen. Aztán 70 lóerős kell a körbálázó, és 180 lóerő kell a négyzetbálázóhoz. Tovább menve, Pöttingernél ugyanúgy megtaláljuk a kaszákat, de viszont, most megnézzük, ez 8,4 méteres, a Lellinél pedig 9 méteres, szóval a Lellit érdemesebb lesz megvenni úgy egy traktorra, mert 170 és 90 lóerő, a Pöttingernél pedig 100, ja igen, de kisebb is a, és ugye ez is kisebb egyértelműen, ha már ez kisebb. Aztán ez 13 méteres, fél méterrel szélesebb, mint a Lellié, és ugye itt nincsen egyelőre nagy rendforgató. Nem, ez a rendforgató, ez a rendcsodra. És ugye lesz ez a pici hamster. Ponsche márka. Semmi változás, ugyanazok. Ussza mennek. 286 lóerő mindegyik. Rostelmas. Lesz a nagy kombájn. Ugye ahhoz van egy vágóasztal, 9 méteres. Aztán lesz a silózó. 442 lóerő 30-al megy, ez is ugye 30-al megy. Ez lesz a 6 méteres silózó.
kukoricasilózó, lesz a fűsilózó és a rendfelszedő. Gondolom majd még lehet, hogy ja, de az nem is igaz, mert a kapellóban már van ilyen vágóasztal. Rösztel most utána a Selford, nagy eke. Én nem tudom hirtelen, hogy hány eke fejes, de sok. Same traktornál ez az egyetlen, egy lesz a same Ford is, ami még a 13-ban volt benn, 15-ben nem is tudom benn volt-e. 128 és 293 lóerők között. Sampores Holev, ugye az alapgép, amiben volt a 15-ben, és ugye amit mondtam, hogy lehet, hogy ennek majd még erdészeti gépei lesznek. Ebből a Stepától lesz az egyetlen egy rakodó, Steyernél a kicsi Steyer Multi, 91-114 lóerő, és ugye a nagy Terus, az pedig már volt az előző videóban. Schuer súlyok, háromféle, ugyanúgy, és még utána néztem, a Schuer az gyárt spanifereket is, szóval lehet, hogy a spanifer márkáját is licenszelik. Tatra, Gold Editionból, és most már ez is, ja nem, ott is 80-nal megy, akkor nem szóltam. De lehet, hogy abban csak 60-nal megy, de erre hitelen nem emlékszem. Ugyanazok a pótkocsik, be lesz ez a Thunder Creek FST 990, tehát jó volt az elképzelés, és hát mi más lenne. Van kapacitása, úgyhogy ez biztos, hogy üzemanyag pótkocsi lesz. Ursustól lesz a körbeálló felszedő és a körbeálló csomagoló, ugye traktorra nem volt kereslet, ki is vették. Védestátból ez a két vetőgép lesz, két 6 méteres, közepes kategóriájú vetőgép, és egy nagyon felső kategóri, felső közép kategóriás kultivátor. Valtrából ugye lesz az N és a T széria, ez mind a kettő volt a fagsitekbe, és majd még lesz a Valtrának van többféle szériája is. Vicomból ez is volt a fagsitekbe. Fögel Note, ebben ez az egyetlen egy Teradisc kultivátor. Zetorból egyelőre még csak a Magyar 80-at rakták be, ami 75 lóerős, és nem lehet változtatni. Sunhammerből ugye itt is nincs itt a felépítmény, a Holmerre, tehát szerintem nem lesz benne, ha csak nem egy ilyen 1.1-es frissítésre rakják be, mint ahogy tavaly a Sunhammert. Utolsó pillanatban. Ez ugye ez injektor nélkül 15 méteres távolható szélességet tud dolgozni, itt pedig 6,2 szélességgel tud dolgozni, és plusz 100 lóerő igényel. Na hát ennyi lett volna ez a kis márka bemutató. Ezután a videó után jövök szerintem a gameplay trailernek a elemzésével. Köszönöm, hogy megnézted. Ne felejts el feliratkozni, hogyha nem szeretnél lemaradni a következő ilyen videókról se, és majd lesz szerintem 17 bemutatás is, hogyha kijön. Sziasztok!